Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják, vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, tegnap október 23-án a Nagy Imre sétányon tartották meg a városi ünnepséget, és ezen az ünnepségen Ön gyakran idézte a 2010 előtti Orbán Viktort, persze összevetette a közelmúltban elhangzott mondataival. Miért választotta ezt az összevetést? Hát az utóbbi időben éppen fideszes berkekből meglehetősen hazaáruló kijelentéseket hallhattunk. Ugye Orbán Balázs, a miniszterelnök máig hivatalban lévő stratégiai igazgatója és politikai tanácsadója, ugye már kifejezte azt, hogy hibának tartja azt, hogy 56-ban ellenálltunk és nem felöltett kezekkel fogadtuk az oroszokat. Tulajdonképpen amivel megvádolt a Zelenszkij elnököt, hogy ő belevitte az országát egy háborús védekezésbe, ezt tessék ízlelgetni ezeket a szavakat, nyilvánvalóan vonatkozik az 56-os magyar hősökre is, akik hát így ebben a kontextusban már nem is annyira hősök. A kormány álláspontja szerint tehát meg kellett volna adni magunkat, illetve ha most megtámadnának bennünket, akkor simán odaadná fél Magyarországot és nem védekezne. Ez hazaárulás. Azt gondolom, hogy jogilag is, nem véletlenül immár feljelentésnek értelmezve az ellenzéki képviselők felszólását a parlamentbe, Polt Péter vizsgálatot is indított hazaárulás ügyében Orbán Balázs ellen. Szóval reméljük, hogy ki fog derülni ez, vagy bebizonyosodik az, hogy ez tűrhetetlen, és nem marad a pozíciójában. Ezzel szemben Orbán Viktor nem a mostani Orbán Viktor, hanem a 2009. november 25-i Putyin látogatás előtti Orbán Viktor mindig hősiesen kiállt, például Ukrajna függetlensége és területi integritása mellett, vagy éppen az orosz medve birodalmi ambíciókat már akkor dédelgető, azóta bizonyította a háborús bűnös Putyin, amikor megtámadta Grúziát, akkor Grúzia melletti egységes európai kiállást sürgetett, NATO és uniós tagságot ígért akkor már Ukrajnának. Tehát Orbán Viktornak volt egy olyan időszaka, amikor ő még úgy meg tudta különböztetni, hogy a szabadság az nyugatról jön, és oroszoktól keletről csak a gáz, illetve az olaj. Tehát én ezt az Orbán Viktort idéztem és ajánlottam szeretettel minden tisztességes magyar hazafinak a figyelmébe. Ehhez képest Lázár János Kolozsváron az október 23-i ottani ünnepi beszédében azt mondta, hogy ha valaki párhuzamot von 56 és a mai ukránok között, a szentségtörést követel. Ön pedig párhuzamot von. Nem is én vontam párhuzamot, hanem tessék elképzelni, hogy Orbán Viktor maga. Orbán Viktor most azt állítja, hogy nem lehet összehasonlítani. Az Európai Unió parlamentjében, amikor nem csak Magyar Péterrel, hanem Manfred Weberrel, meg von der Leyen asszonnyal és még sok más európai politikussal vitázott, az Európai Parlamentben kikérte magának az összehasonlítást és bárminemű hasonlóságot a mai ukrán helyzet és az 56-os magyarok között. Két évvel ezelőtt, 2022. októberében maga Orbán Viktor vont a lehető legszorosabb párhuzamot 56 magyar hősei és az ukránok között, amikor nem csak azt mondta, hogy ugyanúgy elszenvedtük, és mi tudjuk, hogy milyen az ukránoknak, mert 56-ban mi is átéltük ugyanezt, Orbán Viktor mondta. Orbán még azt is mondta, hogy a mi Zelenszkijüket fölakasztották, Nagy Imrére utalva. Tehát egyértelműen Orbán Viktor is észrevette azt a teljesen logikus párhuzamot, amit nem lehet nem észrevenni. Tehát aki nem veszi észre, az vagy politikailag motivált gazember, vagy hülye. Tehát nincs olyan, hogy nem veszük észre a párhuzamot Ukrajna, az Oroszország által lerohant Ukrajna azért, mert szabadságra vágytak és a nyugathoz akartak tartozni, és az Oroszország által lerohant 56-os Magyarország között azért, mert szabadok akartak lenni és nyugathoz akartak tartozni. Hogy ne lenne párhuzam természetesen, és amikor Orbán Viktor eddig azért szitta a nyugatot, hogy a magyaroknak ebben a helyzetben az oroszok ellen nem nyújtott fegyveres segítséget, most pedig azt akarja elérni, hogy az a nyugat, amely az Orbán szavazatával nyújt fegyveres támogatást az ukránoknak, azok mégsem nyújtsanak segítséget. Szóval ebben nagyon konfúzus Orbán viselkedése. A hazaárulás itt nem áll meg, megjegyzem. Én azt is elmondtam, hogy amikor például Szijjártó Péter egy nyugati nagykövetet behívott, és számon kéri, hogy hogy mernek beleszólni a magyar belügyekbe, svéd nagyköveket behívat azért, hogy Svédországban milyen nyilatkozatok hangzanak el Magyarországról, de ahhoz gyáva, nem áll ki a hazájáért, hogy amikor az 56-os magyar hősöket fasisztának, nácinak nevezik az orosz tankönyvekben, akkor behívassa az orosz nagykövetet. Ehhez már kicsi, ehhez gyáva. Amikor az oroszok kibejárkálnak a külügyminisztériumába, meghekelik a rendszerét, kémbankot tartanak fel Budapesten, akkor Szijjártó hazaáruló módon elfogadta Lavrov orosz külügyminisztertől a drúzsba, barátság
legmagasabb orosz állami előtt egy kitüntetést. Tehát igen, sajnos az utóbbi időben azt látjuk, hogy a mai fideszes vezetés, aki 2009 előtt még tudta, hogy hol a helye, akkor még magyar volt, és nyugati volt, és európai volt, azóta sajnos orosz kiszolgáló hazaárulók lettek, és 56 fényében a Muszka vezető, az orosz bérenc, az az egyik legsúlyosabb hazaárulás, amit el lehet követni. Orbán Viktor 56-ot még így ünnepelte 15 évvel ezelőttig. Ha ez kettős beszéd már, amit mondott 2010 előtt, meg két évvel ezelőtt is, meg közben mond mást, akkor hogy lehet, hogy ez nem tűnik föl a magyar társadalomnak, a közvéleménynek? Egy nagyon jó hírem van mindenkinek. Ugye most már két közvéleménykutató is azt mérte, hogy a Tisza pártnak önállóan is nagyobb a támogatottsága, mint a Fidesznek. A biztos pártválasztók esetében 42% a Tisza támogatottsága, 40% a Fideszi. A Fideszi csökken, az ellenzéki nő, és ez igenis összefügg azzal, amit ennek a kutatásnak a részletei is mutatnak, hogy az egyetemi végzettségűeknél nagy többségben már az ellenzékre szavaznak, és a Fidesz sokkal gyengébb. A középfokú végzettségűeknél is a nagy többség már az ellenzékre szavaz, jóval többen szavaznak a Tiszára, mint a Fideszre. Még egyelőre ezt feltételes módban kell mondani. Nem. Szavaznának. Ja, szavaznának. Tehát, hogyha most lenne egy választás, akkor igen, tehát többen támogatják, akkor így mondom, többen támogatják az ellenzéket, mint a Fideszt. Tehát azt látjuk, hogy az iskolázottabb, nemzetközi kitekintéssel rendelkező, műveltebb rétegek messze túlnyomó részben már nem a Fideszt támogatják, hanem az ellenzéket. Igaz ez egyébként Budapest és a nagyvárosok vonatkozásában, tehát a legalacsonyabb képzettséggel, tájékozottsággal, nyelvtudással rendelkező rétegek, a 65 év feletti idősebb, nyilván kevésbé informált emberek és a kisebb településeken, falvakon élők. Ez a Fidesz megmaradt bázisa. Egyébként a DK-nak is az látjuk körülbelül. Na, tehát mindesetre azt látható, hogy az emberek ezt látják, ezt a kettős beszédet, látják, hogy Orbán azt ígérte, hogy megvédi a gyerekeket, és nagyon nem védte meg a pedofiloktól. Azt ígérte, hogy megvédi a migránsoktól, 100 000-vel telepíti be Orbán a migránsokat Magyarországra, köztük az illegális migránsokat, amikor szabadon engedi az embercsempészeket, és azt is ígérte persze, hogy előre megyünk és nem hátra, és mindenki megtapasztalhatja, hogy mit jelent az Európai Unió legszegényebb, legkorruptabb, leghalálozóbb, kivándorlóbb országában élni, hála a magyar kormány hibás gazdaságpolitikájának. Közgyűlést tartottak a Városházán, és ott a legnagyobb vitát kiváltó ügy a szabadkígyósi Wenckheim kastély tervezett örökbefogadása volt. Végül megszavazták, de azért elhangzott egy-két kérdés, vélemény ebben az ügyben. 150 millió forint a bevétele jelenleg a kastélynak, 250 millió forint a kiadás. Évről évre 50 és 100 millió közötti a veszteség, de 150 milliós bevétel az igen jelentős. Vállalhatja Hódmezővásárhely ezt a kockázatot? Még hogyha azt mondja ön, hogy egy jó tervel le lehet faragni nullára ezt a különbséget? Hát ugye én 3 vagy 4 kérdést emelnék ki ezzel kapcsolatban a kastély ügyel, és joga van a vásárhelyeknek tudni, hogy miért érdekli Hódmezővásárhely polgármesterét, vagy adott esetben kérésemre akár, vagy támogatás elnyerés esetén a közgyűlés többségét is egy tőlünk 70 kilométerre lévő kastély. Itt már 100 méter pontossággal Markó Csaba fideszes képviselő úr elmondta, hogy milyen távol van. Szél István úgy szintén előre megírt nyilatkozatokat olvasott fel ezzel kapcsolatosan, és úgy látom, hogy Csepregi Nándor Lázár Jánosnak egy másik szócsöve, immár minisztériumi, nem helyi szócsöve, úgy szintén nyilatkozott ebben a kérdésben már. Nagyon a tyúk szemére léptünk Lázár Jánosnak. Nem kétséges, hogy Lázár nem először szeretné megszerezni magának a szabadkígyósi kastélyt, hiszen annak idején a Ménes birtokhoz szerette volna csatolni, de akkor a Békés-megyei Fidesz és Szabadkígyós önkormányzata ezt megakadályozta végül. Tehát valószínűleg most is ez fáj Lázár Jánosnak, hogy nem lophatja el ezt a kastélyt. Mi azonban a nemzet szempontjából nézzük, nem Lázár János gazdagodása a legfontosabb aspektusa ennek a kérdésnek. Az a kérdés, hogy Magyarország, a magyar nemzet, az 56-os hősökre tisztelettel emlékező, nem hazaáruló része a nemzetnek, elfogadja azt, hogy a nemzeti örökségünk olyan fontos részeit, mint 48-49 kastély, vidéki kúria, amelyek 24 milliárd forint közpénzből uniós támogatással fellettek újítva, hogy ezek ingyen, megváltás nélkül, sőt, nagy Isten, még közpénzen majd továbbra egy kistafírozás után
tolvajok az emberek kezébe kerülhessenek, és hogy ne a nemzet tulajdona maradjanak. Én azt gondolom, hogy nem fogadható el, hogy minden egyes magyar hazafin a kötelessége megtenni mindent azért, hogy ezek a nagyszerű műemlékeink, ezek ne magán, hanem köztulajdonban legyenek, ezek maradjanak meg a nemzet tulajdonában. Hódmezővásárhely ki tudja venni a részét, a most eladásra, ingyenes eladásra kínált 8-9 kastély közül, ez van hozzánk legközelebb. Egyébként nyilván a Dél-Alföld egyik legszebb kastélyáról van szó, a városházát megtervező, a mi Hódmezővásárhely városházánk a tervező Ybl Lajos, édesapja Ybl Miklós tervezte ezt a nem tudom, neoreneszánsz német, neoreneszánsz stílusú kastélyt. Egy klasszicista kastély, sok elemében nagyon hasonló a mi városházánkhoz. Szóval minden esetre van egy hazafias kötelesség, hogy megmentsük a tolvajoktól ezt a kastélyt. Ez az első kérdés. A második kérdés az, hogy Hódmezővásárhely megengedheti-e azt, hogy ezt megszerezze. Itt azt kell látni, hogy először is ingyen adják a kastélyt. Tehát Hódmezővásárhely ingyen kaphat egy több mint 10 milliárd, vagy akár 10 milliárdokat érő kastélyt. De tehát egy óriási vagyont kaphat Hódmezővásárhely ingyen. Kaphat magánszemély is természetesen, aki el akarja lopni, ha Hódmezővásárhely kapja meg ezt a több 10 milliárdos vagyont ajándékba, azzal a nemzet tulajdonába marad, amit Hódmezővásárhely bármikor örömmel visszaad majd a nemzetnek, tehát az önkormányzat akár állami, akár a szabadkígyósi önkormányzat kezébe adná szívesen, a lényeg az, hogy addig se kerüljön tolvajoknak a markába. Szóval minden esetre ingyen kaphatunk egy sok milliárdos vagyont, hogy Hódmezővásárhely két anyagi teher leskelődik, ugye a hatalmas vagyoni gyarapodás árnyoldalaként, az egyik az a működtetés, a másik a felújítás költsége. Nincs kötelezően előírt mértékű és árazású felújítás. Amikor Csepregi Nándor nyilvánvalóan azért, hogy a gazdája megbízásából elriassza a vásárhelyeket ennek a projektnek a támogatásától, és így szabadon ellophassák a kastélyt, ezért már 8-10 milliárdos beruházást emleget, nincs ilyen a pályázatban. Nincs előírva, hogy 8-10 milliárdot kellene erre rákölteni. Annál is irreálisabb ez az összeg, csak az igazgatásra, csak az ijeszgetésre szolgál, mert a kastélynek a nagy részét tökéletesen felújították 3 milliárd forintból. Hogy kerülne a maradék 8-10 milliárdba, és én még abban is biztos vagyok őszintén szólva, hogyha Lázár Jánosnak köze volt ennek a kastélynek a felújításához, akkor a 3 milliárd is felülárazott volt, erősen túlárazott. Lehetett esélyt megnézni a Tremtrént, vagy a vásárhelyi gréderezést, vagy bármelyik projektünket. Szóval minden esetre Lázár Jánost ismerve egy néhány százmilliós felújításról lehet szó, és nem 8-10 milliárdról. Ez az egyik oldal, tehát Hódmezővásárhely ki tudja gazdálkodni ezt az összeget, hogy ne tudná kigazdálkodni. Mi Lázár János felelőtlen adósságaiból, hiszen ő a legeladósodottabb várossá tette vagy Hódmezővásárhelyet a polgármesterként, szóval az ő általa megölkölt 10,5 milliárdos adósságból az elmúlt 6,5 évben már több mint 7 milliárdot visszafizettünk. Ebből az eddigi nagyrészt felújított kastélynak a felújítási költségei kétszer, 2,5-szer belefértek volna, még túlárazva is. Tehát amit csak az elmúlt 6,5 évben mi már visszafizettünk Lázár adósságából. Tehát Vásárhely bemutatta azt, hogy nekünk néhány százmillió vagy néhány milliárd forint egyébként, amit a városra el fogunk költeni félrétés ne essék a következő időszakban is, tehát mi ezt ki tudjuk gazdálkodni. Tehát igen, előteremthető ez a pénz. A másik az, hogy ez egy jó beruházás-e, hát nézzék, hogyha ajándékba kapunk, legyen csak 10 milliárd az értéke a kastélynak, ráköltünk egy 500 millió forintot, akkor Hódmezővásárhelynek 500 millió befektetéssel lesz egy 10.500 millió forintot érő 10,5 milliárdos vagyon értékű kastélya. Tehát természetesen Vásárhely anyagilag nagyon jól járna ezzel. A következő és utolsó kérdés az a működtetés kérdése, megint csak ugye a köztulajdonban lévő társaságoknak a működését tudjuk, hogy mindig lehet gazdasági szemlélettel. Okosabbak vagyunk és nem lopunk javítani. Ennek a 150 milliós bevételt fölvinni arra a szintre, hogy a 250 milliós kiadásokat fedezze, illetve a 250 milliós kiadásokat racionalizálással csökkenteni, energiaköltségek csökkentése és a többi. Ezt meg tudjuk oldani, hiszen ezt Vásárhelyen is már nagyon sokszor megoldottuk. Tehát ha ki tudjuk egyensúlyozni, már pedig én bízom benne, hogy mi ki tudjuk egyensúlyozni, ottani alkalmazott szakemberek segítségével, gondos gazda módjára az államtól idéglenesen ezt a szerepet átvállalva, akkor évről évre a működtetés az nyereséges vagy nem veszteséges is lehet. Tessék megnézni a Dégi kastélyt, 9 milliós éves nyeresége van.
Tehát Magyarországon is van olyan kastély, pont ebben az értékesítési körben eladásra kínálva, ami már most is nyereséges. Tehát ennek évről évre működési veszteségét meg kell állítani, és azt meg tudjuk állítani, a beruházásokat tudjuk vállalni, és ahhoz képest egy sokkal nagyobb értéket kap vásárhely, és abban is biztos vagyok, hogy ha egyszer nem egy oroszpárti hazaáruló, korrupt, migránsbetlepítő kormány lesz Magyarországnak, helyreállítják a jogállamot, helyreállítják a demokráciát, akkor az egész magyar nemzet hálás lesz Hódmezővásárhelynek azért, hogyha ezt a műemléket megmenti a tolvajoktól, megtartja állami kézbe, és Vásárhelyet bőségesen kárpótolni fogják majd utólag az elszenvedett elvonásokért, és azért a hősies tettért, hogy mi megmentjük ezt a gyönyörű kastélyt a nemzetnek. Muszáj megkérdeznem, mert annyiszor mondta, hogy tolvajgazemberektől kell megvédeni ezt a kastélyt. Miért van ez az előfeltevés, hogy ezt a kastélyt csak tolvajgazemberek szerezhetnék meg, vagy a kastélyprogramban, az örökbefogadási programban csak ilyenek lennének az örökbefogadók? Hát ez a tapasztalat. Őszintén szóval, ha már nem tudjuk, hogy Lázár Jánosnak melyik emberének nézték ki ezt a kastélyt. De tessék arra gondolni, hogy Lázár János egyszer már a trafik törvénnyel, illetve a trafik mutyival, hogy pontosabbak legyünk, privatizálta, előbb államosította, aztán privatizálta a haverok körében a teljes magyar dohánykereskedelmet. Természetesen a jó barátjánál, vagy Stómanjánál ízlés szerint lehet föltételezésekkel élni. Egy központi dohányellátót létrehozva, iszonyatos forgalom, iszonyatos nyereség, a trafikokat, 5000 trafikot kiosztott úgy, hogy még véletlen se került senki, aki nem fideszes vagy ellenzéki lett volna ebbe az 5000-be, és ott is volt egy trükk, nevezetesen ugyanúgy, mint most Csepregi Nándor próbál bennünket, vásárhelyeket elrettenteni attól, hogy ezt a nagyértékű kastélyt ingyen megkapjuk, azzal, hogy felinflálja a kötelezettségeket és riogat vele. Ugyanígy riasztották el a nem beavatott pályázókat annak idején a trafipályázatban, hogy minél kevesebben pályázzanak egyáltalán, akkor olyan számokat adtak meg, amivel veszteségesen tudták volna működtetni, vagy minimális nyereséggel fedezett el a trafikokat. Abban a pillanatban, amikor lezajlott a pályázat, sikeresen szétosztották azt fideszes belsőséges barátai között, utána megemelték a profitabilitását ezeknek a trafikoknak, és azóta nagyon jó üzlet lett. Én biztos vagyok benne, egy Lázár János terve ugyanaz, most ugyan riogat vele, de valójában ők abban a pillanatban, ahogy mint a trafikok esetében, ha már az ő kezükben van, övék a tulajdon, akkor a feltételeket úgy alakítják majd, hogy a közpénzek folyjanak oda továbbra is, és ebből ők gazdagodjanak, nem csak, hogy tulajdonukba vegyék teljesen indokolatlan módon ezeket a kastélyokat, én szerintem még a fenntartására is fognak közpénzt költeni. Nem akarok túl sokáig leragadni ennél a témánál, de október 31-éig egy 10 évre szóló üzleti tervet is dolgozunk be kell adni. Így van, dolgozunk, be fogjuk adni természetesen. Oké, térjünk vissza. És még egy szót hadd szóljak. Hallottam, hogy Szabadkígyós önkormányzata is érdeklődik. Mi nagyon szívesen együttműködünk velük. Ha ők nem tudják megmenteni, akkor mi szeretnénk megmenteni ezt a kastélyt a köznek. Ha ők meg tudják menteni, mi abban is nagyon szívesen partnerek vagyunk, együttműködünk. Szerintünk ez jó helyen, jó kezekben lenne Szabadkígyósnál, jó kezekben lenne Békés megyében, jó kezekben lenne bárkinél, hogyha nem hagyjuk, hogy ne oligarchák ellopják. Térjünk vissza a képviselők döntéseire, a közgyűlés témáira. Megemelték a települési támogatást, amit a rászoruló nyugdíjasok igényelhetnek. Milyen döntés született végül? Erről beszéltünk előtte is, de most már döntésről beszélhetünk. Előtte is volt egy döntés, amikor a jogosultsági határokat emeltük fel. Ezért a tavalyi 142 ezer helyett most 163.875 forint alatti nyugdíjjal rendelkezők adhatnak be kérelmet bankszámlaszámok megadásával erre a nyugdíjasoknak járó karácsonyi támogatásra, önkormányzati támogatásra. Tehát egy magasabb összeghatár, gyakorlatilag a nyugdíj emelés mértékét követtük mi ezzel. Így ideális esetben mindenki, aki tavaly jogosult volt, az most is jogosult. Aki tavaly nem volt jogosult, az valószínűleg most sem az. Most azonban az összeget is megemeltük. Tehát nem csak a jogosultsági határt követtük le az inflációval, hanem az összeget is. Bár mostanában 3%-os inflációról beszélnek az újságokban, mi ennél nagy vonalúbbak voltunk, 10%-kal emeltük meg. Így a 15 000 forintos tavalyi támogatás helyett idén 16.500 forintot tudunk adni, sőt, megtartva azt az értékhatárt, hogy 100 000 alatti nyugdíjasoknak többet adjunk, tavalyi 22.500 helyett most 25.000 forintot adunk, akinek még mindig 100 000 forint alatt van a nyugdíja. Híradónkban megszólaltattuk úgymond az utca emberét, ugye ez egy televíziós módszer, egy spontánozásnak is hívjuk mi itt szerkesztőségen belül.
nem reprezentatív egy ilyen riport az utcán, de hát azt mondták az emberek, hogy ez kevés. Még ők nem tudták még a 16.500-at, még a 15.000-et tudták, de hogy ez kevés. Hát annak idején a Fidesz 5.000-et adott, és akárhogy számolom az inflációt, azóta nem az inflációval, hanem jóval nagyobb mértékben növeltük. Azt is tudomásul kell venni, hogy ez egy szociális segély. Valójában a nyugdíjak vásárlóértékének a megőrzése a kormány feladata, nem Hódmezővásárhely önkormányzaté, nem a kormány által leginkább szorongatott, leginkább kivéreztetett, leginkább támadott önkormányzaté. Persze, hogy nekünk limitációink vannak, mi nem tudunk mindenkinek szükség nélkül is adni, nem tudunk olyannak adni, aki nem kér, nem tudunk kétszer ennyit adni. Ez egy fideszes elődeinkhez képest nagyvonalú juttatás, sőt azt kell mondjam, hogy a szomszédos településeken sincs ilyen. Tehát mi ezt egy fideszes elődeinket azóta már több mint háromszorosára emeltük, a fideszes 3,3-szorosára emeltük pontosabban a fideszes 6 évvel, 7 évvel ezelőtti juttatást. Közben itt a közgyűlés időszakában volt egy sajtóhír, mi szerint önnek busásan jövedelmez a szabadság megváltása. Erre rögtön válaszolt azzal, hogy elődei mennyi szabadságot váltottak meg. Én őszintén szóval szégyellem, hogy ez így alakult, mert idén a kampány hevében nem tudtam kivenni szabadságot, pontosan ez sem igaz. Ugye az idei évre először is bocsánat, tehát a terv részemről az volt, hogy mint eddig is a szabadságomat folyamban veszem ki, amit nem sikerül kivenni az adott évbe, átviszem a következő évre és kiveszem akkor. Egyébként mindenkit arra szoktam bíztatni, magam is a hivatalban, a munkahelyeken is, hogy vegyék ki, a szabadság azért van, hogy mindenki pihenjen. Egy polgármesternek törvény által megadott kötelező 39 napos éves szabadsága van, tehát az esetemben ez nem is alkuképes. Őszintén elmondom, hogy ennyi munka mellett a 39 napot kivenni azért nehéz, kampányidőszakban nem is sikerült. Az idénre tehát 29 napom járt volna, és 28 bennmaradt. Ez olyan, mintha idén semmit nem tudtam volna kivenni, ez nem igaz. Azért én 17 napot így is kivettem, és tavalyról áthoztam 16-ot. Tehát igazából azért, hogy mondjam, a tavalyit már felhasználtam idén, de az ideihez nem jutottam hozzá. Ezért az idei mennyiséget, ugye az idei 29 napomból 28-at most kötelezően meg kell váltani. Nem én kérem, a kormány, a kúria, a kormányhivatal és a kúria írja elő. Nem én kértem, nem akartuk, a kormányhivatal és a kúria hozott egy állásfoglalást, hogy nem folytonos a jogviszony a polgármesternek, akkor sem, hogyha megnyerte a választást és maradt polgármester, akkor is úgy kell tekinteni, mintha lezártuk volna az elmúlt 5 évet. Tehát ciklus szóval, végén van ez ciklus a szabály. Végén kötelező kifizetni. Szóval emiatt én nekem sajnos most ezt valóban ki kellett fizetni. És én sajnálom, ezt elnézést kérek érte. A legkevésbé jogos, a legszemtelenebb dolog azonban az, amikor Lázár János és sajtója meg a beosztottai munkatársai kezdtek el engem támadni ezért, ugyanis utána néztünk, és kiderült, hogy hát 6 eset fordult elő az elmúlt 15 évben arra, hogy polgármester vagy alpolgármester hasonló módon fizetést kért, megváltást kapott a szabadságai iránt, és a velem együtt 7 esettel én nem voltam benne az első 6-ba. Felállítottuk a listát, az első Lázár János, a második is Lázár János, de utána jön Almási István, utána jön Kószó, Hegedűs, még Kis Andrea is. Még Kis Andrea is a legkevesebb ezek közül, azt hiszem az 53 nappal volt egy ciklusára. Lázár Jánosnak még a 2 éves ciklus alatt is 35 napot kellett kifizetni, de a legfelháborítóbb, amivel Lázár János szerintem a pofátlanság csúcstartója, az az, hogy a 2006 és 2010 közötti időszakra a 138 nap kifizetését kérte. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy miközben Lázár János nem csak itt dolgozott a Városházán, hanem még parlamenti képviselő is volt. Ő neki volt pofája azt állítani, hogy neki 4 éves átlagban az évi 39 napos szabadságából 34 és felett nem sikerült kivenni. Hogy ő csak 4,5 napot tudott kivenni évente Vásárhelyen, úgyhogy közben a parlamentben volt és a többi, és 34,5 napot kifizetett évente, összesen a 4 évre 138 napot, 6 évre 173 napot fizetett ki sok millió forinttal. Őszintén szólva ez a város lehúzásának tűnik, de lényegtelen, hogy ki hogy ítéli meg, de hogy valaki, aki 4 év alatt 138 napot vett ki, 6 év alatt 173 napot vett ki, az engem támadtat azért, hogy én 28 napot az idei szabadságomból sajnos a várossal fizetettem ki. Tehát ez a pofátlanság lett továbbja. A közgyűlésen más témák is voltak, például a reformátusokkal az egyességre törekvés. Nem tudni, hogy ez az egyesség ez létrejön-e, hiszen aznap, amikor a közgyűlés volt, akkor
az önök között lévő pernek egy fordulója idézőjelben éppen zajlott. Mikor derül ki, hogy a reformátusok, az Ótemplomi Református Egyházközség és Vásárhely önkormányzata egyességre jut, vagy sem? Tehát ugye a Hódmezővásárhely számos egyházi felekezet, és annak számos gyülekezete közül. Valóban van egy számomra is szomorú módon nem túl baráti viszony az önkormányzat és az Ótemplomi Református Gyülekezet. Én azt gondolom, hogy legalább ennyire személyes módon Báncsaba és én személyesen köztem, hiszen Báncsaba engem fel is jelentett bíróságon. Egyedül ők azok, akik beperelték az önkormányzatot, miután szerintem abszolút, hogy mondjam, jogállam sértő módon a Fidesz hozott egy olyan törvényt 2022. decemberében, hogy a korábban önkormányzati iskolák fenntartóváltással, ha egyházi fenntartósúvá váltak, akkor az ő általuk használt épület, amely ugye megmaradt az önkormányzat tulajdonában, az most fizetés nélkül ingyen átmehet az azt használó egyházi iskolák tulajdonába. Ezzel Hódmezővásárhelyen élhetett volna, vagy próbált élni 6 intézmény 3 fenntartó esetében. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kisigó László püspök úr tudomásul vette a közgyűlésünk döntését, hogy nem kívánjuk odaadni, és egy levelében ezt megerősítette, mondta, hogy egyelőre semmilyen lépést nem fognak tenni az ügyben, elfogadják a döntésünket. A Domonkos rendieknek szintén 2 intézménye, a Virág utca óvoda és a Liszt Ferenc iskola van. Ők sem indítottak pert, ott a tárgyalások még mindig folynak, mi vagyonkezelői jogot adtunk volna nekik, mindenféle engedélyt, hogy felújíthassák, betegyék, az övék legyen, megvásárolhassák, tehát minden jogállammal, alapvető erkölcsökkel egyező megoldást elfogadtunk. Elmondtam a nővéreknek is természetesen, megértem, hogy nekik ez egy szimpatikus lehetőség, de gondoljanak arra, hogy pontosan ugyan jogtalanul, ugyanilyen jogállamtipró módon vették el tőlük a 40-es évek végén az államosításkor az tulajdonukat, és azt utána csak a rendszerváltás után kapták vissza. Most is legyenek biztosak benne, hogy a hasonlóan jogállamsértő intézkedés, amely most az önkormányzatot sérti az egyházak javára, az ugyanúgy reparálva lesz majd, ha egyszer újra jogállami, tisztességes, becsületes kormány lesz Magyarországnak, úgyhogy ők is nyugodtabbak lehetnek akkor, hogyha az önkormányzat önként adja el nekik egy megállapodás alapján az ingatlant, mint hogyha az önkormányzat akarata ellenére, a vásárhelyi lakosok akarata ellenére jogállamsértő, erőszakos módon veszik el, ami nyilvánvalóan egy tisztességes országban elfogadhatatlan. Szóval a nővérekkel is a megállapodás útjára léptünk, és csak a részletek kidolgozása az, ami ilyen sokáig tart. Egyedül Báncsaba volt az, akinek ráadásul sok szempontból még az ezt a jogszabályt is sérti követelései voltak, ő követelte volna a Kossuth térnek egy részét, követelte volna az Ótemplom körüli védőfalat, a magtárat, ezeket még az egyházi kárpótlásba se kapták vissza a 90-es években, követelte volna a Szék utcai ingatlan, sosem volt református egyházi egyébként a 40-es években se, követelte volna Petőfi 6-ot is, egyiket sem használják 100%-ban, mégis a teljes ingatlant követelte volna, a Szőnyi iskola még csak nem is fenntartó váltással került az önkormányzattól az egyház kezébe, hanem új alapítású volt, nem is az Ótemplom a tulajdonos, hanem a vásárhelyi református gyülekezetek összessége. Szóval számos oka van, amiért abszurd, nem, tehát teljesen abszurd követeléseik vannak. És ugye ennek a tetejében még mi olyan nagyvonalak voltunk, ahogy a fideszes önkormányzatok előttem nem. A fideszes önkormányzatok semmit nem adtak a Szőnyinek. Mi ingyen használatba adtuk 5 évre a Petőfi utcai iskolaépület emeleti termeit, azzal, hogy a földszinten és az udvari épületekben játszóházat építettünk, cigánykultúrás központot építettünk, a Petra Modell programot működtettünk, ott van a Huczár Egyesületnek a székhelye, a Benkő Zsoltféle Gazdasági Egyesület ott van, és még a belügyminisztérium is csak civil célra engedélyezte ennek az épületnek a használatát. Az oktatási hivatal nem adott engedélyt a Szőnyinek arra, hogy használja ezt az épületet, tehát illegálisan és törvénytlenül elfoglalták a földszinti terveinket is. Most a per, ami megy, amit nem állítottak le, amiért Gyöngyösi Ferencnek is el kellett mennie, meg az önkormányzat több kollégáját hívták már be bíróságra Szegedre, az arról szól, hogy ők illegálisan foglalták el a földszinti termeket, és még a rezsit se fizették, vagy másfél évig. Tehát nem csak, hogy ők használták, hanem a várossal fizettettek az iskola a saját energiafogyasztását is, abszolút szemtelen módon. És most ezzel kapcsolatos birtokja, és ők továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy az általuk illegálisan elfoglalt és törvénytelen használt földszinti termeket is adjuk oda, és használják is.
Én azt gondolom, hogy méltó és nagyon nagy lelkű volt a fideszes vezetéssel ellentétben a mi ajánlatunk és ott átadott területünk. A vásárhelyi gyerekek, a Szőnyűbe járó gyerekek, az ott tanító pedagógusok továbbra is meg fogják kapni a városnak a támogatását. Amennyiben lemondanak arról, hogy elrabolják tisztességtelen a város többségének akarata ellenére, még a fideszesek, fölmértük februárban, még a fideszesek többsége sem támogatta Vásárhelyen azt, hogy Báncsaba megkapja ezt ingyen, ezeket az ingatlanokat. Úgyhogy eladni eladjuk a Szék utcát, ha kifizeti a vételárát, akármilyen kedvezményes ütemezést tudunk neki biztosítani erre, fizesse ki 10 év alatt, nem érdekes, de fizessen érte, ne ingyen akarja elvenni a város tulajdonát. A Petőfi ingatlant használhatja tovább, mindaddig, amíg nem építi meg azt, amit már régen meg kellett volna a Deák utcán, a Szőnyének az új épületét, tornatermét, addig azt a 6 termet továbbra is használhatják, mi pedig a játszóházat fogjuk fejleszteni a földszinten. Társasházalakítást is akadályozták a bíróságon, illetve a földhivatalban. Nagyon szégyenletes módon, jogszabálysértő módon megjegyzem. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezt elássuk a végkétlenséget, akkor továbbra is mi leszünk a legnagy, tehát jóval a fideszes velődeimnél jóval nagyobb mértékben támogattuk eddig is, és fogjuk támogatni továbbra is a szőnyis diákokat. Bölcsödék. Nem emeltek bölcsödei díjakat, de valami változott. Mi változott? Igen, valóban többek között azért nem emeltünk, mert az infláció jelentős, tehát természetesen emelhettünk volna. De a bölcsőde vezetésének, a gondozóknak az volt a kérése, hogy amit évekkel ezelőtt Kis Andrea kérésére ingyenessé tettünk, tehát hogy gondozási díjat ne kelljen fizetni azokra a napokra, amikor a bölcsődés gyermeket nem tudja a szülő vinni, vagy nem viszi a szülő a bölcsődébe. Ezekre is, a törvény szerint ezekre is kell fizetni gondozási díjat, de mi mentesítettük a vásárhelyi szülőket néhány évvel ezelőtt, talán 2 éve ez alól, a teher alól. Most ezt megszüntetjük, és ugyanúgy, mint a országban a többi helyen, nálunk újra kell fizetnie a szokásos, nagyon szerény, és most egyáltalán nem megemelt díjat a szülőnek. Persze van itt is 21% olyan szülő, aki nem fizet gondozási díjat, több gyermekes szülők, fogyatékkal élők és a többi. A többiek, kb. 80% azok fizetnek. Egy nagyon szerény díj még egyszer. Most még a 60 ezer per fős jövedelem határt el is töröltük, mert nem volt ott már senki. Tehát egyszerűen az infláció miatt kiürült ez a kategória. Nem változtattunk ugyan a díjakon, de azt kérjük a szülőktől, tehát hogy igenis fizessenek minden egyes napra, akkor is, hogyha nem viszik a gyereket valami okból. A bölcsőde vezetésének ugyanis az a tapasztalata, hogy nagyon sok gyermeket azért nem tudnak felvenni a bölcsődébe, sok édesanyja ezért nem tud visszakerülni a munkavilágába és gondoskodni a családja megélhetéséről, mert olyanok foglalják el a helyeket a bölcsődékben, akik emiatt az ingyenesség miatt nem is jelentkeznek és nem is szólnak semmit, hogyha elköltöznek a városból, vagy most már soha többé nem viszik a gyereket a bölcsődébe, de a bölcsődébe a nyilvántartásból még ott van a gyerek. Mivel nem kell fizessen semmilyen díjat, a bölcsődének nem szólnak, foglalja a helyet azoktól, akik már nagyon szeretnének dolgozni menni és beadni a gyermekeiket a bölcsődébe. Tehát egy ilyen technikai módosítás az, amit most a díjemelés helyett fogadott el az önkormányzat. Az előbb kellett volna szóba hoznom, az Ótemplom előtti tér alakul, minden héten beszámolunk most erről, igen. És közeleg a határidő, amikorra kész is kell lenni. Igen, hát ennek hivatalosan október végére kész kell lenni, persze van egy átadás átvételi időszak, amik alatt, és ez 30 nap, tehát az október végéhez képest még 30 napig a műszaki átadás átvételnél pótolhatja a kivitelező az esetleg elmaradásait. De most úgy látjuk, hogy viszonylag jól áll, ugye a kandellábereket, a lámpákat, azokat már elültették. Szép fehéres sárgás fénnyel világítja be körbe az Ótemplom körüli sétányt. A sétány még nem készült el, de dolgoznak rajta. Padokat már elhelyezték, elkészült a valamikori 60-as években elbontott bazársor előtt az 1780-as évekbeli védőfalnak a Kossuth tér felül részét szimbolikusan helyreállító téglaborítású fal, tehát ez már elkészült, és növénytakaró, 1500 növényt fognak elültetni itt a parkba, az is elkezdődött, csövekkel az öntözéshez, a vezetékek le vannak fektetve már, a villanyvezetékek, tehát gyakorlatilag a Ótemplom körüli rész, ez a belváros 2-es ütem, 1-es volt a Pakai kút környéke,
a kettes ütem az az Ótemplom környék, és elkezdték a munkát a hármas ütemen is a Sarokház előtti részen. A tervek vannak megpályáztatva a négyes, belváros négyes ütemünkben, amely a Sarokház mögötti, vagy Rosszman mögötti parkolót és annak a környezetét fedi magába, és ugye ami már elkészült még itt a környéken, az a már, bocsánat, a, nem a Mária Valéria utca járda, az is elkészült, hanem a Szent Antal utcának a teljes felújítása, illetve az Oldalkosár utca járdáinak megújítása. Tehát a belvárost igyekszünk, ugye a Rotary sétány Hősök tere fele is tovább megújítani és szépé tenni, és most az Ótemplom körüli rész megújítása hamarosan elkészül. Járdát mondtam, avattak és... kerékpárokkal. Így van, így van. Kicsit rugalmasan a közlekedési szabályok, hogy mondjam, helyenként rugalmasan értelmezve fölavattuk ezeket. Nem feltétlenül járdán kerékpároztunk, de erre is volt példa. Szóval az új sárga térköves járdákat avattuk fel most, elindulva a Kistópart utcától, a Susáni választókerülettől, le a Hotó utcai páros, tehát 4-10 közötti 10 emeletesek melletti új járdáig, utána fölkanyarodtunk, ha úgy tetszik, a Kaszab utcán, és végigmentünk az Oldalkosáron, ezen járdák mellett, illetve utána lekerültünk, és kacskaringózva bejártuk egy jó részét, nem az egészet, a Kertvárosban most megújult járdáknál, és itt nem a Munkácsi Kosta és a Fórum ABC-nél a Rudnai mögötti részre gondolok, hanem a Pető-Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Rudnai Hóvirág háztömbjének a belső járdáiról. Tehát ezt a kis kerékpár túrát annak a megünneplésére tettük meg, hogy ezen a négy területen összesen 200 millió forintból megújultak a 60 éve fel nem újított, és már most elég rossz állapotban bevő járdák. Így is folytatni kell, mint azt néhány lakos meg is egyszer útközben, hogy ott és ott is ott szeretnének még. És végül egy kis szalonna sütéssel a sütögetőnél az Európa Parkba fejeztük be, ahol még egy fotókiállítás is volt. Hegyi Endrének a 70-es évek elején készült fotóit lehetett megcsodálni. Nekünk, akik a Kertvárosban nőttünk föl, csodálatos volt látni azt, hogy amikor oda költöztünk, hogy nézett ki a környék, hogy a mostani kertvárosi lakótelep jó részén még nádas, meg tocsogók voltak, és tanyasi épületek voltak. Szóval tényleg fantasztikus visszagondolni erre, és hát még egyszer azóta nem újította meg senki a járdákat. A zenekari próbaterem hamarosan előadás helyszíne lesz. Készen van a helyszín? Készen van a helyszín, ez a jó hír, tehát már a műszaki átadás is megtörtént. Itt azonban van még két olyan lépés, amin dolgozunk. Az egyik a berendezés, most éppenséggel a szombati előadáshoz már a berendezést oda tettük, de ez nem a végleges. Azt gondolom, hogy még a végleges berendezést azt meg kell pályáztatnunk és ki kell alakítanunk. Van azonban egy most még nem tartósan rendezett kérdés, az akusztika. Tehát ez egy pince helyiség, egy 130 éves városházának a pincéjében, a volt Bahnhof, illetve Phoenix helyén alakítottunk ki. Két traktusban, öltözőkkel, hangszertárolókkal, zenekari próbatermet és kamaraszínházi előadótermet. Ennek az avatása lesz most szombaton a Férfi című előadással, ahol Sztárek Andrea és Détár Enikő fognak szerepelni. Majd egy az előző része alapján rendkívül népszerű darabot nézhetnek meg a vásárhelyek, mindössze 2500 forintos belépőjegyért, és ez lesz a hivatalos felavatása, ha úgy tetszik. A zenekari próbaterem kamaratermünknek még az akusztikán azért dolgozunk, meg pályáztatjuk azt, hogy hogyan lehet úgy csökkenteni a visszhangot ebben a pincehelyiségben, hogy gond nélkül lehessen majd ott adott esetben dobokat verni, és gitárt, hurokat pengetni, és bármi egyéb hangszeren játszani. Az biztosan sokat elárul majd, hogyha tele lesz a nézőtér, akkor milyen az akusztikája ennek a teremnek, de ha csak próbára használják, akkor lehet, hogy egy kicsit rosszabb. Igen, amikor még üres, akkor rosszabb. A nézők is kicsit lefolytják a visszhangot, úgyhogy ez is segíteni fog, de tartósan majd egy megoldást kell találnunk, erre majd a pályázóknak várjuk a jelentkezését. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban, nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!